Köszöntöm a kedves nézőket! Május van, körülöttünk a természet teljes szépségében pompázik. Május 10-én a fák és madarak világnapját ünnepeltük, május 15-én pedig az állat és növényszeretet napja van, de ugyanakkor a klímaváltozás nemzetközi napja is. Mai vendégünk Szentendrei Géza, ProNatura díjas környezeti nevelő. Köszöntöm a stúdióban. Nem tudom, mennyire lesz derűs ez a mai beszélgetés. Úgy akartam indítani, de nem tudjuk megkerülni a klímaváltozás kérdését. Több évtizedes múltra tekint vissza a természet szeretete hivatásból is. Hogy látja, mik az esélyeink? Hát egy természetvédőnek, meg egy madarásznak is pláne optimistának kell lennie, úgyhogy hinnünk kell abba, hogy lesz az emberiségnek és az emberiség vezetőinek annyi önuralmuk és belátásuk, hogy jó irányba tudjuk továbbvinni ezt a földi életet, mert hát ezt kéne valahogy megértenünk, hogy ez egy van csak azért, ahol élhetünk, és hiába nagyot fejlődött a tudomány, és nézzünk szét a világba, már a nagy világban. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy sok helyen lehetne még életet találni, főleg nem emberhez valót. És hát az ember ezt elrontja, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy nem mi vagyunk a természetért, hanem a természet végül is önmagában megvan, nélkülünk is. És ha elrontjuk, akkor nem fog kihalni minden, meg nem én bízom benne, meg hiszek benne, hanem akkor majd újra kell kezdeni az egészet alapfokról, ami hát tudjuk, hogy nem egy egyszerű sétagalop, amíg eljutottunk idáig. Észre kéne venni azt, és tudomásul venni, és meg kéne értetni az emberekkel azt is, hogy mi is emberek a természet részei vagyunk, és minden részre szükség van ahhoz, hogy ez fennmaradjon. Nem csak az emberre, hanem az összes legkisebb hangyáig bezárólag, mert ez egy nagy ökológiai rendszer, a Gaia, és ennél, ezt nem úgy kezeljük, akkor nincs jövőnk. De egyébként meg én bízom benne, hogy van, és megoldjuk ezt a problémát is, még ha a 24. órában vagyunk is. Számtalan tudományos cikket publikált az Élet és Tudományban, a környezeti nevelési szakkönyveknek is írójaként tarthatjuk önt számon. Manapság milyen módon lehet eljutni az emberekhez ezzel az üzenettel ön szerint? Hát ez nem könnyű, az biztos. Itt is az a helyzet, hogy az ember sajnos akkor kezd észbe kapni, amikor a körmére égnek a dolgok. Úgyhogy én hiszek a környezeti nevelésben, még annak ellenére, hogy ez úgy tűnik egy csepp a tengerben, de azért azt is látom, hogy ezen a téren is nagy fejlődés van, tehát az oktatás, a nevelés és a kényszer együttes hatása az szerintem csak segít. Azon kívül hát kommunikációs eszközeinkben is sokkal több lehetőség van. Nézzünk bele csak a BBC Earth, vagy a National Geographic, vagy ezek tévéadásokba, de a magyar tévében is sok természetfilm, és ezek a természetfilmek is már egyre inkább arra figyelmeztetnek, tehát nem csak a természet bemutatására és a természet szeretetére, hanem mindegyik valahol kihangsúlyozza, hogy ezért a szépségért nekünk változtatnunk kell, és más irányba kell menni. Másodszor a városi ember is érzés egyre inkább ugye megy neki a nagyvárosokból vissza a természetbe. Más kérdés, hogy sokszor ott se tudnak igazán megfelelően viselkedni, de reménykedem, hogy azért ezen a téren is lesz változás. Azért csak hatunk egymásra is emberek, és egyre többen vannak azok, úgy érzem azért, hogy legyek tényleg optimista, akik érzik ezt a dolgot, és odafigyelnek, és figyelmeztetik a másikat, és fölhívják a figyelmet, és vissza a természetbe. Persze ez nem az a russzói vissza a természetbe, hogy most lépjünk vissza a fejlődés létráján, hanem egyszerűen
megismerni, ez az alapelve volt nekünk mindig a programunknak és a nevelésünknek, hogy meg kell ismerni. Ha az ember megismeri a környezetét, a természetet, akkor rádöbben, hogy az micsoda csoda, hogy rájönni, hogy az élet az egy mennyire megismételhetetlen és ember által nem reprodukálható valami, és hogyha tényleg ezen a létrán túl jut az ember, akkor a megismerés után jön a megszeretem, mert ezt nem lehet nem szeretni, hát aki egy jó szívű, rendes, egészséges ember, az biztos, hogy ha rácsodálkozik a természetre, akkor nagyon bele is tud szeretni. Még az úgymondó nem szeretem állatokba is bele lehet szeretni, szoktuk mondani, és ha ez megvan, akkor szerintem belső indítatása lesz arra, hogy megvédje, és tegyen érte. A Pilisi Parkerdő által alapított Dunakanyari Erdei Iskolának az igazgatója volt sokáig. Mennyire gondolja, hogy azóta változott akkorát a világ? Most is elvállalná egy ilyen pozíciót, és milyen lenne mondjuk most egy iskolát vezetni, és milyen volt akkor? Hát én ugyanazt tudnám csak csinálni, és ugyanazt csinálnám, mert szerintem amit csináltunk, az most lehet, hogy nagyképűnek hangzik, de jó volt. És hát azért visszaigazolták különböző dolgok, kitüntetések, vagy azok, akik tovább vitték ezt a szellemiséget, és azóta mennyi iskola van, még ha nem is ilyen, mert ilyen manapság sincs. Még egy, mint ez, amit az iskola adni tudott. Tehát én ezt vinném tovább. És mi volt az a plusz, amit ez az iskola adni tudott? Hát sok. Az egyik például, ami miatt nagyon sokan nem is tudták, hogy mit jelent az, hogy környezeti nevelés, mégis ide hozták a gyereküket, vagy ide akarták hozni, mert nem mindenki félt be, mert az elején messze túl jelentkezés volt, mert ezeket 15 fős osztályokra terveztem, mert úgy lett igazán foglalkozni, főleg ha természetbe viszem. Na most itt az iskolát kivittük a természetbe. Turányi Gábor Ibüdias építésszel álmodtuk meg ezt az iskolát, és ez Visegrád szélén van, az Apátkuti patak völgyében, és azért kevés olyan iskola van, ahol lombkorona szintben nyitott tanterem, a földszinten szinte átfolyik a tantermen a patak. Tehát egyrészt kivittük az iskolát, másrészt, hogy a gyerekekkel úgy foglalkoztunk, hogy ugyanez egy alap általános iskolaként, tehát a előírásoknak, a tanmeneteknek, a nemzeti tantervnek megfelelően működött, de mindent ráprofíroztunk arra, hogy gyakorlatias legyen, és a természetből lévő kapcsolatokat mindenbe belevittük, de a matektől a fizikáig mindenbe. És hát a másik az volt, hogy a gyerekeknek a szünet az kim volt az erdőben, a természetben. Rengeteg olyan programunk volt, amit nem is a tantermekben csináltunk, még ha óra is volt. Úgyhogy, és egy ilyen családias iskola volt, ami nagyon lényeges, és a szeretetre épült. Tehát a gyerekeknél a fegyelmezés is, erre nem nagyon kellett sor keríteni, mert megértették, és szívelélekkel voltak ott a gyerekek, azt hiszem, mert tényleg azóta is, akikkel találkozom, és nagyon sokan szerencsésen és jól tovább is tanultak, de mindegyik azt mondja, hogy élete legszebb időszaka volt. És a pedagógus gárdának is. Azt sajnálom a legjobban. Ott egy olyan pedagógus társaságot sikerült összeverbúválnom, akik azóta is ezt sírják vissza. És hát egyébként meg évpedagógusa, meg ilyen díjakkal kitüntetett pedagógusok voltak köztünk, úgyhogy ez egy, és most is összejárunk. Képzelj el, hogy 70 éves születésnapomra egy fát ültette, Géza fáját, a tantestület. 20 évvel a nyugdíjba menetelem után, hát azért. Akkor ott volt összetartó erő. Igen, azok közül, akik ott végeztek, ahogy mondja, hogy van, hogy összefutnak, és ők is nagyon jó szívvel gondolnak vissza ezekre az évekre, és sokan közülük tovább is vitték az ott tanultakat, illetve ezen a területen, a természetvédelem területén tevékenykednek. Török Zoltánt említette még a beszélgetésünkön kívül, hogy a Vad Magyarország című film. Igen, hát ő egy operatőr, rendező és ilyen világot járó ember kellett. Hát
és csodás. Tehát a kezdeteket ő is akkor az ön kezei alatt élte meg. Igen, és nagyon jó eset, mert amikor Magyarországon bemutatták például ezt a filmet a Urániával, akkor kihívott a pódiumra. Együtt kezdtük ezt a parkerdő, Pirisi parkerdő keretein belül lévő programot, ami szintén országban első volt, és elsőként indítottuk Somogyi Péterrel, meg Kálai Györggyel, itt hárman, az itteni iskolákból, Szentendre iskolákból kikerülve, és csináltunk egy mintaértékű, egy ilyen 20 éves programot, az alakuló, akkor alakuló Pilisi parkerdőnek, mert előtte itt erdőgazdaságok voltak csak, és akkor Madas László vezényletével megalakult a Pilisi parkerdőgazdaság, és ő adott nekem lehetőséget, hogy az országban az első hivatásos madarász lehettem. Ugye én a parkerdőnél madarászként kezdtem csak, és aztán később lettem természetvédő és környezeti nevelő. És így alakult ki mellette aztán a visegrádi jurtatábor, akkor még Makovec Imre is a csapatunkban volt, nem nagyon méltatták őt akkor még az országban, és itt kapott lehetőséget Madas László keze alatt, és akkor szerencsésen megépült az Erdei Művelődés Háza a jurtatábor mellé, és így lett egy országos hírű és mintaértékű erdei iskola központ. Magyarul egy. És utána megjött az erdei iskola, tehát ezek mind olyan dolgok, amik szerencsésnek mondható, hogy ezekben mindenütt ott lehettem az elején, és alapító lehettem. Ahogy a Magyar Madártani Intézetnek is az egyik. Nem az intézetnek, az sokan összekeverik. Okay. Sajnos a Madártani Intézet már nem létezik. Azt még Herman Otto alapította, és utána sokáig világhírű volt. De az később megszűnt, és beolvadt a minisztériumok rendszerébe. Viszont mi 70-es években már madarászként és az országban szerveződve, és ezeket az embereket, akik a természetére madarakira akartak tenni, próbáltuk összefogni és összeszedni, ez is egy kicsit innen a visegrádos, az unakanyarból indult, és akkor jöttünk rá, hogy hát nincs már intézet gyakorlatilag, az nem tudja ezt a funkciót betölteni, ami kell a madárvédelemhez, és akkor alapítottuk 74-ben a Magyar Madártani Egyesületet, és később lett Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tehát nem intézet. Köszönöm. És ez azóta is működik, élen jár, és most is azt hiszem Európa 5 legnagyobb egyesülete közt van. Több mint 10 000 taggal, és tényleg nemzetközi programokkal madárvédelembe hozzá. A nevéhez fűződik például a Évmadara program, amit aztán később kinőtt a év fája, év lepkéje, év kétéltői, és így tovább program. Mire elegendőek ezek a programok, hogy megválasztunk egy évmadarát, egy évfáját? Ez elsősorban figyelemfelhívás, tehát a társadalom figyelmének a ráirányítása, illetve ezeknek az állatoknak a bemutatása, megismertetése, megszerettetése. Persze a szakmai egyesületek, akik mögötte vannak, azok igyekeznek azért a fajért valamit pluszt is csinálni, és akár felmérést, akár védelem terén. És így most a barkos cinke például az év madara Magyarországon. De ezek mennek azóta is szépen, úgyhogy most van a kardos lepkénk, van most idén azt hiszem, akkor van a két értőek és hüllők között. Van a Goethe például, vagy a Vénicil, vagy azt hiszem most a Fáknál. Szóval van minden szerve, vagy Erdészeti Egyesület. Hát ezek a szakmai szervezetek adják most már meg. Madártani Egyesület átért arra, hogy nem ő választja ki, hanem megszavaztatja. És akkor így is az emberekhez közelebb van ez a faj. Ezt a madarat is nem nagyon ismerik sokan, mert nádasoknak a madara. De mégis azért elég volt ahhoz, hogy őt szavazzák meg, és így majd ismert lesz, mert egy állandó csodaszép madarunk a barkos cinke. Sokszor a rossz hírek, a negatív tendenciák jobban kapnak sajtónyilvánosságot, a jó hírek, és ilyen örömteli bejelentések kevésbé. Milyen olyan aktivitástól lehetne beszámolni, ami akár a madárvédelem területén most közszájon forog szakmai berkekben?
Hát a madártani vonalon az kétségtelen, hogy én mikor kezdtem, akkor egész más fajok voltak még a veszélyeztetettek, fordult a kocka sok szempontból. A élelemlánc csúcsán lévő ragadozókból alig volt, már csak mintapéldányok voltak az országban. Jó példa erre a rétisas például, amiből 2-3 pár fészkelt, azt most már 100 fölött vannak. Vagy visszatért Magyarországra a vándorsólyom, a kerecsensólyomban is egy szép állomány van. És ez minek köszönhető, vagy kiknek köszönhető? Hát ez annak is köszönhető természetesen, hogy odafigyeltünk rájuk, és lehetőséget adtunk nekik jobban, és a természetvédelem megerősödött. Kialakultak a nemzeti parkok, az egyesületek, úgyhogy ez azért nagy fejlődés ezen a téren. De egyébként meg nem is tudom most, mi volt az alapkérdés, hogy kevésbé kapnak publicitást. Ja igen, hát ez az életben is, hát tévésként tudja, hogy a tévében is az a hír, amelyik... Jó hír, nem hír. Nem annyira, tehát mindig ezek a... Meg kell csak nézni a tévéműsorokat. Pedig erre kéne inkább koncentrálni, és az jobb lenne. Pro Natura díjat kapott annak idején környezeti nevelőként, és itt van ugye előttünk ez az emlékplakett is. Azoknak ítélik oda, akik a természetvédelem érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatnak, olyan szervezetek vagy személyek. Ön mit gondol, miért érdemelte ki ezt a díjat? Mivel? Hát ez kicsit nekem is meglepetés volt, mert az időben úgy éreztem, hogy az nem annyira értékelik, vagy nem annyira van a nagy jelentőség ennek a környezeti nevelési tevékenységnek. Bár ahogy mondtam itt a dolgokat, azért sok mindent csináltunk tényleg, meg alapítók vagy újítók voltunk ezen a téren. De mindig azt hittem, hogy inkább a természetvédelemért kaphatok majd ilyesmit, mert abban is nagyon úttörő tevékenységet folytattunk. Úgyhogy ez meglepett engem is annak idején nagyon, hogy Pro Natura díj, mert ugye ott vannak fokozatok, érem, meg mit tudom, hogy mi mindent lehet még kapni. A díj az gyakorlatilag mondjuk egyrészt egy kicsit mutatja a magyar természetvédelemnek a társadalmi és állami elismertségének a gyengeségét, mert azért végül is ez egy miniszteri díj. Ha belegondolunk, hol van ez a Széchenyi díj, Kossuth díj, meg ezekhez a díjakhoz, vagy állami díjakhoz képest. Annak ellenére ez a magyar természetvédelemnek, hát kicsit nagyképpen hangzik, de ez majdnem ugyanak a Nobel-díja. Uh-huh. Legalábbis magyarországi viszonylatban azt mondanám. Ez a legmagasabb kitüntetési forma. Úgyhogy részben örültem neki, részben meg úgy voltam vele, hogy hát ezt azért sokan mások is megkaphatták volna, de aztán persze tudom, hogy meg is kapták. Mások is előttem is, utánam is, de ez talán kompletten a élet tevékenységemért, pedig akkor még nem voltam, hogy szokták mondani, életműdíjat, tehát nem úgy kaptam, mert még ahhoz fiatal voltam. Hányat írtunk akkor? Nem is tudom, 69-ben, vagy mikor, az igen. Vagy az elő, vagy régen. Nem akkor a pontosbutaságot, nem emlékszem pontosan, azt hiszem, ezen nincs rajta így. Úgyhogy... Tudomásom szerint unokái is vannak már, nagypapa. Hát igen, minőségében is tevékenykedik. 75. felé tartok már erősen. Úgyhogy... Arra fogalmazódott, az irányba fogalmaztam volna meg a kérdést, hogy az unokáinak milyen üzenetet tudna megfogalmazni, vagy szokott megfogalmazni az elmúlt évtizedes szakmai múltját. Hát, ezt fogalmazni nem szoktam, ők remélem, hogy látják, hogy meg azért sokat jártunk együtt is, erdőt is, meg látják, hogy mit csinált a nagypapa, meg mi volt a fő hobbija, és valahol talán, ahogy ők is érnek, vagy értékelik talán azt, hogy nem úgy fogják megfogalmazni, mint ahogy annak idején az én hivatásomat sokszor családon belül is, de a társadalmon belül is. Tudja, van ez a mondás, ez a
vadász, halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Ez nem egy életre való szakmának tartották se a természetvédelmet, vagy a környezeti nevelést, hanem mondjuk a tanári szakmát is sok helyen, de nem megfelelő rangján kezelik, ezt is tudjuk. De maga a természetvédő az is, de annak manapság már van egy kis ázsiója, de madarász, hát mi az, hogy madarász? Igazából ennek nincs is egy jó szava Magyarországon, mert a madarász az régen az madárfogó volt, aki léppel, csapdával fogta madarat, vitte a piacra, vagy az uralkodónak fogta, és táplálkozási céllal az volt a madarász. Tehát ez így nem fejezi, madárvédő talán még az a jobb kifejezés. Az ornitológus meg megint nem jó, mert ez nem magyar szó, nem beszélve, hogy ornitológusnak magam azt sem nevezném, mert az aki erre szakmát csinál ebből, tehát ebből doktorál, tudományos munkát végez ezen a téren. Kevésbé gondolom azt, hogy a természetben jár, inkább a könyveket tanulmányozza. Úgyhogy ez más azért. Ez nehéz a magyar nyelvben helyre tenni ezt a dolgot, de azért úgy érzem, hogy egyre inkább behelyeződik a társadalmi tudatba, hogy a madárvédő, a környezeti nevelő tanár gyakorlatilag azért az mit jelent, és annak van talán értelme és kifutása. Én nagyon örülök, hogy megismerhettem, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm, meghívtak, meg is lepett meg, mert már egy kicsit fosziliaként élek. Nézőinknek is köszönöm a megtisztelő figyelmet, viszontlátásra!